privátban kaptam megint egy érdekes kérdést. Még zargatnálak egy kérdés erejéig, mert nem hagy nyugodni. Volt egy KTM 690 gyúk teszted, amit kb. ma néztem meg tizedjére ajánlott kezdőknek is, ha bár nem kis CCM. Motoros futárkosom, 125-ös Robessal, kb. 130 ezer kilométer van a kezemben ilyen Robessal. Akkor nem akasztod ezt a szakmát, hogyha ennyit mentél. Ez tekinthető gyakorlatnak annak ellenére, hogy váltós, rendes nagy motorral eddig kb. nem mentem még? Vagy inkább nevezze magam teljesen kezdőnek. Nem tudom, hogy bölcsebb a 390-nél maradni, és verjem ki a fejemből a 690-et, vagy számításba vehető szerint. Tehát biztos, hogy az ezredik ilyen kérdés. Egyébként nem mondom, mert nem csinálnám. Szóval, a helyzet az, hogy marasokat számít, hogy azért 130 km, kilométert főleg, hogyha futár vagy, meg robogóval, akkor feltehetőleg egy városban űzöd ezt a fajta ipart, az azt jelenti, hogy írtatlan nagy tapasztalatod van a közlekedési dolgokkal kapcsolatban. És ugye maga az egész motorozás főleg két dologból áll, az egyik a motorkezelés, helyes motorkezelés, a másik pedig a közlekedési ismeretek, közlekedési kompatibilitás. Hát neked ebből szerintem nem kevés van, mert hogyha valaki 130 ezer kilométert éveken keresztül motorozik a városba, akkor neked szerintem sok újat már nem tudnak mutatni ebből a szempontból. És ez jelentősen megkönnyíti azt, amikor te egy kategóriát váltasz és följebb lépsz, mert nagyjából azért tudod már, hogy mi Hát, amikor valaki teljesen kezdő, és a motorirányítás, annak a fizikája, minden, meg mellette még az összes többi közlekedéssel kapcsolatos probléma is tök új történet, az mindig sokkal nehezebb. Tehát neked azért van egy marhagy előnyöd azokhoz képest, akik nulláról kezdenek mindent, mert azért, azért itt van benne tapasztalat elég rendesen. Abban is biztos vagyok, hogy ennyi kilométer alatt a 105 ös robogóda, te azt csinálsz, amit akarsz. Igaz? Tehát az irányítás az olyan. Én azt gondolom, hogy egy ilyen ember az bővel lazán föl egy 690-es KTM. Nyukra, nagyjából azt fogod érezni, hogy jobban fog gyorsulni a motor, stb. Az irányítás a kezedben lesz, mert nagyjából azok a fajta mozdulatok, meg mindenféle megoldások, azok már a kezedben vannak, csak kicsit hozzá kell alakítanod a motornak az új fajta üléspozíciójához, meg a motornak a nagyobb súlyához, de szerintem nagyon hamar hozzá fog szokni ehhez a történethez. Úgyhogy sok sikert! Majd, hogyha nekem hozod a pizzát, akkor mondd meg, hogy te voltál az, aki, aki írta ezt a történetet, a meséget, hogy mi történt, az ott a 130 ezer kilométer alatt a városba.